Üdvözlöm Önöket, ez az Újpesti Retro legfrissebb adása. 15 éves a Megyeri Híd, ez alkalommal pedig egy korábbi, hosszabb riporttal készültünk Önöknek. Ismerjük meg tehát, mit rejtenek a beton és acéltömbök, tudjuk meg a titkait, jöjjön a Megyeri Híd, ahogyan még sohasem láthattuk. Kilométerek ezrei kábelekben, tonnák százezrei acélban és betonban. Egy híd, ami tulajdonképpen öt híd. Üdvözlöm Önöket, ez a helyi érték. A Megyeri Hidat bejártuk alul, fölül, kívül, belül, megismertük a titkait, és most megmutatjuk Önöknek mindet. Tartsanak velünk! A Duna fölött, vagy inkább két angyal. Sőt, ha külön-külön megnézzük északról és délről, akkor angyalból kijön négy is. Ha meg azt vesszük, hogy ez tulajdonképpen hány híd, akkor azt kell mondjuk, hogy öt. Az önálló híd szerkezeteket megszámolva meg 9-nél tartunk. De játszhatunk még ezzel, a lényeg, hogy ez itt a Megyeri Híd. Évtizedes előkészítés után alig több mint két esztendő alatt elkészült a műtárgy. A strukturális módszerek szakaszonként eltérnek. Az ártéri részeket úgynevezett betolt vasbeton eljárással készítették. Több helyen is építettek ilyen hidakat, de ezzel a technológiával a Megyeri Híd esetében több anyagot használtak fel, mint az országban az azt megelőző 10 évben összesen. A Szentendrei Duna ág felett pedig egy acél gerenda híd épült, úgynevezett beúsztatott módszerrel. A 100 méteres hídelemek Csepelen készültek, a Dunán hozták és a helyszínen emelték őket a pillérekre. A leglátványosabb részt kétségkívül a Nagy Duna ág feletti építmény jelenti. Összesen 88 ferde kábel tartja az 50 elemből álló, csak nem 600 méteres pályatestet. Feszített vasbeton szerkezettel épült, A alakú pilonok veszik fel a terhelést. A pilonok 100 méter magasak. A munka alpin technológiával és toronydarukról folyt. A felső szinteken lévő üvegtáblákat viszont nem tudták a nagy daruk a helyükre emelni, ezért a pilon csúcsán külön kis segéddarut kellett építeni, ezekkel lehetett elvégezni a feladatot. A pilonok alapját kéreg elemes technológiával építették. Ennek lényege, hogy egy száraz munkaterületet hoznak létre a mederben. Ezen belül tudják a munkások kialakítani az alapokat, illetve tudnak haladni fölfelé. A munkagödröt biztosító kéregelemek aztán ott maradtak, a mai napig a szerkezet részét képezik. Így lett tehát a híd olyan, amilyennek ma ismerjük. De bennünket az is érdekelt, hogy mi az, ami hétköznapi hídhasználóként nem látható. Ezért elmentünk bejárni, és most elvisszük Önöket is. Gábriel László hídmester kalauzol bennünket körbe. Ő felel a híd műszaki állapotáért, ő ellenőrzi, hogy minden rendben van-e. Ha pedig nincs, az ő dolga, hogy intézkedjen. A hídmesterekről tudni kell, hogy a rájuk bízott építményeket tényleg a sajátjuknak tekintik. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy ismerik minden centiét, a történetét, az állapotát. És abban is, hogy érzelmileg kötődnek hozzá. A 80-as évek közepe vége felé is már mint egy átkelő itt felvetődött, hogy majd az N0-ásnak ugye gyűrűje, ha bezárul, akkor itt át fog menni egy híd és egy műtárgy. És a 90-es évektől terveződött ugye 2010-ig, amikor bejön fejeződött. Tulajdonképpen a híd tervezése az úgy kell elképzelni, hogy nem csak a 90-es évek végével kezdődik, hanem folyamatában mindig változik. Persze van egy alapkonstrukció, amit elfogadnak, egy látványtervet mondjuk a 90-es évek végén, kitalálják, hogy acél vagy vasbeton hídból épüljön az adott műtárgy. Több látványterv is készült, ez itt Makovec Imre nevéhez kötődik.
utal az ősi magyar motívum kincsre, de az ítészek végül nem ezt választották. Elsődleges a funkció, de az esztétika ugyanolyan fontos, tehát azt mondanám, hogy 50-50%. Az esztétika azért fontos, mert nem mindegy, hogy egy adott műtárgy hogy néz ki, milyen környezeti képet ad, mennyire fog ez mondjuk látványosság lenni a későbbiekben, mint ahogy itt Magyar Hídon is be is igazolódott. A funkció pedig egyértelmű, hogy hát be kell tölteni azt a szerepét, hogy abból B-be el lehessen jutni gépjárművel, jelen esetben át lehessen kelni a Dunán. Emberöltőket kell kiszolgálnia az építménynek, de nem mindegy, hogy milyennek látjuk. Egyébként nem a megjelenés az elsődleges kérdés. Ez az alapkövetelmény a magyar jogszabályok szerint, egy műtárgyat 100 éves élettartamra kell tervezni, tehát a 100 évre várható hatásokat kell, hogy elviselje. Az esztétika ez egy olyan dolog, hogy a funkcióval egybe karöltve, tehát hogy meglegyen a funkció, de mellette jól is nézzen ki, tehát inkább azt mondom, hogy a funkció részéről igaz ez a 100 éves élettartam. A hidat egy egységként érzékeljük, de a terepviszonyok, a talaj, a logisztikai szempontok szakaszonként eltérő megoldásokat követeltek. Sokan nem tudják, hogy ez nem egy darab híd, tehát 5 darab egymás mellé épült, vagy egymás mögé épült híd szakaszból épült meg. A Nagy-Dunák van mögöttem, illetve a háttérben a Nagy-Dunák híd látható, de ehhez kapcsolódik még Szentendrei sziget, Szentendrei Dunág és két jobb, illetve balparti ártéri híd. Ez az 5 darab híd alkotja a Megyeri Hidat tulajdonképpen. Ferdekárban ez a különlegesebb része a hídnak. Egyébként a többi szakasza, ami épült a műtárgyba bele, illetve ami alkotja a műtárgyat, azok nem mondanám már, hogy különleges technológiát, illetve különleges építési módot jelentenének. Van egy úgynevezett betolásos beton, vasbeton szerkezet szakasza, van acél szerkezet, ugye, amit előre gyártottak, és itt a helyszínen raktak össze a Nagy-Dunági híd ilyen, illetve a Szentendrei Dunák fölötti ilyen. A Szentendrei sziget, illetve a két jobbparti, balparti ártéri hídnak pedig egy vasbeton betolású technológiás szerkezete van. Talán ami érdekes lehet jelen hídban, hogy íves a Szentendrei sziget fölötti szakasz, ugye vasbeton szakasz, ugye nem egyszerű egy íves szakaszt tolni sem, és íves formára tolni, tehát az egy kicsit nehezebb volt a kivitelezőnek. Most a 22-es szinten vagyunk, ez azt jelenti, hogy körülbelül a kétharmadába a pilon magasságnak, az ugye 100 méter a pilon. A 100 métert azt nem az útburkolattól kell számítani, hanem a pillértől, ahonnan a pilon elindult, tehát az A betűnek a szárától. Az most vagyunk a kétharmadok, olyan 70 méter 65 a magasságunk. Fent vagyunk a keleti pilon tetején. Kár, hogy csak a képernyőn keresztül élvezhetik a látványt. A korábbi munkásoknak ez volt a panorámájuk, de irigyelni azért nem kell őket. Nehéz munkát végeztek. Akik itt dolgoztak és a pilon építésében vettek részt, nekik a legnagyobb probléma az, ahogy ön mondja, hogy a külső felület megközelítéseit kövesse a fázist, a kivitelezési fázist a maga a kiszolgálás. Két toronydarú emelte be ide a betont, tehát a két pillérnek a mindegyik végén, mindegyik csúcsában volt egy toronydarú. A toronydarú mindig megelőzte a pilont, de párhuzamosan vele mindenféle ilyen kis szegéd liftecskéket, ilyen kis mozgó dolgokat építettek, meg pallósort építettek, és azon kellett ugye a kivitelezőnek, a munkaerejének úgymond mogozni, a fizikai állománynak ide kellett jutnia, mondjuk a felületet lejavítani, vagy a sarózatot elkészíteni, vagy vasszereset összeállítani. Tehát nekik egy ilyen, nem azt mondom a bányász, hanem pont ellenkezőleg egy ilyen hegymászó szerepet is be kellett tölteniük, ugye megfelelő biztosítás mellett dolgozhattak és dolgoztak itt. De mennyi mindent kellett itt előállítani, és mi volt az, amit csak össze kellett szerelni? Ami a helyszínen leállítanó, az a betonozás esetében a vasszerelés, betonozás, tehát azt alapos esetben nem lehet máshol megcsinálni. Itt, amivel elő tudtak készülni, az acél szerkezet, ugye a Nagy-Dunák híd is, meg a Szentendrei sziget fölötti szakasz is acél szerkezetből áll. Azt előre tudták gyártani Csepelen, azt Uszályon ide úsztatták, és ezzel tudtak gyorsítani, hogy a hidat alattunk, amit ugye elnézünk a pilonok között tulajdonképpen az az acél szerkezet, azt ilyen szakaszosan tudták építeni. A többit azt mind ide kellett hozni, ide kellett mozgatni, tehát elég nagy élő munkaigénye volt. Most pedig jöhetnek a felhúzott szemöldökök, nagy számok következnek. Teljes híd súlya az ugye nem
tonnába szoktuk mérni, ha bár volt egy ilyen váltás is, az 120 ezer köbméter beton épült be a teljes 1862 méter hosszú hídba, tehát az 5 híd szakasznak a teljes súlyába. Ez egyébként ilyen majdnem 300 ezer tonna, tehát hogyha át kéne váltani, akkor az körülbelül ilyen 300 ezer tonnát jelentene. Tehát ezt a súlyt kellett idézőjelben megmozgatni. Ebből az acél szerkezet, amit ilyen mindenféle segédszerkezet, meg betonacél, ami bekerült, az 12.700 tonna. Tehát azért elég nagy számok. Ezeket mind gépekkel kellett úgymond mozgatni. 590 méter hosszú a Nagy Dunánkhíd. Ugye ezt a teljes 590 méter hosszú szakasz tartja a 88-tól a Ferdekábel, ami úgy van, 44-44 van pillanatonként. És körülbelül az 590 méter hossz, ugye ez, ha ez szakasz hosszát veszem, akkor körülbelül az egyharmada híd teljes hosszán, tehát a 120 ezer köbméter betonnak is az egyharmada, amit kell tartani, tehát egy ilyen 100 ezer tonna mondjuk, amit így azt mondom, hogy meg kell tartson. Az acél kicsit másabb, tehát ezt azért nem lehet pontosan megmondani, de körülbelül ennyi. A kábelek valóban olyan hosszúak, mint amekkorának látszanak. Egy darab az egy darab, tehát a leghosszabb az 165 méter, az egyetlen egy darab hosszból áll, tehát ez nincsen toldva, nem is szabad, hogy toldva legyen. Ezek minden egyes hossznak, olyan hosszúnak kell lennie az adott szakasznak, amilyen hosszú a kábel kötek tulajdonképpen. Amit viszont egy darabnak látunk, az mégsem egy darab. Ezt a fehér védőcsövet, amit látunk, ugye ez egy ilyen burkoló cső, ez egy ilyen UV védelmet, egy ilyen olyan korrózióvédelmet ad a ferdekábeleknek, vagy a kábel kötegeknek úgymond. Ezeket, ha szétvágnánk keresztbe, akkor úgy néznek ki, mint egy ilyen sodrony kötelet, ugye a köznép az jobban ismeri. Azt is, ha elvágom, akkor lehet látni, hogy hány darab ilyen kis elemi szálból van. Itt a kis elemi szál az egy ilyen félúnyi vastagságú kábel szál tulajdonképpen. Abból van úgymond 7 darab összesodorva, tehát van a közepén egy fix, és mellé van sodorva a másik 6 darab szálacska, és ebből van 61, vagy pedig 35 darab egymás mellé befűzve. Ezek szorosan ugye egymás mellé tudnak úgymond épülni, vagy egymás mellé kerülnek, de mellettük valad hely. A védőcső ugye egy átmérőjű, tehát az nem változik, tehát az a kis hosszabbba nagyobb a luk, vagy a tér ebbe a csőbe, a hosszabbakba már kevesebb, tehát ugye pont bele kell, hogy férjen ebbe a részbe. Ez föl van tekerve, úgy néz ki, mint mondjuk egy földkábel, vagy egy erős áramú kábel, ez egy nagy dobon van, azt itt a hídon kiterítették, ugye lemérték a hosszát, elvágták, és belehúzkodták ebbe a fehér védőcsőbe. Számoljunk! Nem minden kötek 165 méter, vannak jóval rövidebbek is. De ha azt vesszük, hogy egy védőcsőben összesen 245 acélszál fut, az átlagos hosszú pedig kb. 100 méter, akkor egy ilyen kötek 20-25 km kábelt tartalmaz, és ebből van 88. Ha mindet kihúzgálnánk és egymás mellé raknánk, bekeríthetnénk vele a Balatont. 10-szer. Vagy összeköthetnénk vele Budapestet Madriddal. Segítünk! Az összes tartókábel hossza több mint 2000 kilométer. Majdnem olyan messziről is hozták. Ami külföldi, az a ferdekábel, maga az egész konstrukciója, hozzátartozó mindenféle segédberendezéssel. Franciaországból jött ide, illetve francia gyártónak a termékei vannak beépítve. De az összes többi termék, ami mondjuk beton, a lift, az acélszerkezet, az mind itt helyszínen Magyarországon készült. Még egy dolog jutott eszembe, az a Ferde lift, amivel a Pilonszárba lehet közlekedni, a speciális svéd. Nem tudom, biztos lehet közelebb ilyen lift konstrukciót venni, ő Svédországból való. És bár a szerkezet stabil, de rugalmasan stabil. Némi mozgást lehet érezni, nyilván, hogyha magasabbra megyünk, akkor még többet lehet érezni. Mi az, ami elsősorban ezt a mozgást előidézi? A forgalom, ami lent megy a hídon, vagy az időjárás, amelyben helyet kell állni a szerkezetnek? Hát két dolog, ahogy ön mondja, az időjárás, illetve a forgalom. A nagyobb része a forgalomból fakad, mivel a merevsége a hídnak, ugye pont a széliránynak megfelelően erősebb, tehát a pilonszárnak a szélirányban erősebb a tartása, a formája miatt is. Keresztirányban van ugye rugalmassága, amit pont a gépjárművek átradása, egy ilyen dinamikus terhatására, pluszban egy ilyen kis rándító, vagy ilyen kis rezgő hatást kelt a pilonba, ugye rugalmas a vasbeton szerkezet ahhoz, hogy ezt így kimutassa, úgymond.
mekkora mozgásokat kell elképzelni annak, aki a tévében nézi, ő nincs itt, nem érzi. Nem érzi, egy pár millimétert kell, egy ilyen fél centit mondjuk legrosszabb esetben érezni egy ilyen hirtelen rezgésnél, és ugye alap esetben is van egy kihajlása, erre, ha jól emlékszem, a tervező ilyen 4-5 centimétert mondott, tehát a két szélső értékű, tehát mondjuk ilyen 2 centi a maximális kilengése. Ez itt a kábelkötegek alsó lehorgonyzása, a hídpálya alatt vagyunk. Itt látható is, hogy milyen egy-egy tartóelem belső szerkezete. Vissza fogunk még térni ide, de most maradjunk még fönt. Kulcsfontosságú, hogy legyen információ a kábelek állapotáról. A Komáromi hídnak, ugye, ami ennek a kis testvére úgymond, ott például egy komplett rendszer épült ki, ami tényleg a kábelerőket méri, a mindenféle alakváltozásokat, gyorsulásmérők vannak benne, sarolelmozdulásmérők, hőmérséklet, tehát egy komplett rendszer, ami tényleg ellenőrzi az állapotát, olyan állapot jellemzőket szolgáltat információt a kezelőnek, amit mi nem látunk a szemünkkel, mert ugye ezt nem érzünk. Ide a Megyeri hídba ez sajnos nem került beépítésre, nem épült ilyen rendszer. Ettől még azért nem kell megijedni, van másfajta ellenőrzés, mindjárt lesz róla szó. De nézzük meg, hogy hogyan tartják a kábelek a hídpályát. A ferdekábel lehorgonyzott tömbjeinek a végénél vagyunk tulajdonképpen. Itt vannak a kábelek dugdosva vagy befűződve végül is a végei. Ezek vannak lezárva egy ilyen acélkupakkal. Ez azért van, mert szabadon nem állhat a vége a ugye nyers acél szerkezetnek, mert bármennyire is védett helyen vagyunk, a környezetnek a levegő páratartalma, ugye kicsapódás esetén ugyanúgy korrodálna ezeket a kábeleket. Ugye ezt feltöltik, egy ilyen fémkupakot feltöltik zsírral, és ezzel oldják meg a korrózióvédelmet. A menetes rész pedig, ahogy ön észrevette, ez a feszítéshez való szerkezet rögzítését szolgálja, tehát rátesznek egy ilyen keretet, amit egy hidraulikus sajtóval feszítik meg a ferde kábeleket, és ezt tudnak rögzülni, úgymond. És egyébként, ahol vagyok, ezt a középiskolás gyerekek elnevezték fürdőkádnak, mert azt hitték, hogy ez egy fürdőkád, mert teljesen úgy néz ki a belső területe, belső része, mint egy kád, aminek tényleg van egy ilyen funkció hatása, de hát semmi köze nincs a fürdőkádhoz. Azért mondjuk 70 méter magasan, én nem tudom, hogy biztos szívesen szeretne valaki fürödni, de én nem itt gondoltam a fürdést. Egyébként ez a nagy fehér színű dolog, ami ülök, illetve amit körülöttem van, ez a lehorgonyzó tömb. Ez egy acél szerkezet van ide bebetonozva, és ő veszi föl tulajdonképpen a két irányban húzó ferdekábel erőket, és adja át egymásnak, és utána a teljes a vasbeton pilon szerkezetnek. Összesen mindössze 6-7 cm-nyi acél. Ennyi tartja a kábeleket, illetve a hidat. És ez még vastagnak számít. Érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy sokkal nagyobb acélszerkezet vastagságokat, ha kell, hogy alkalmazzanak, de nem, egy ilyen 2,5-3 centis lemez, az egy ilyen normál, bevált, úgymond acéllemez vastagság egy ilyen hidak építésénél. Hát itt azért mondjuk vannak vastagabbak is. De kellett-e utána állítani a kábeleknek, amióta a híd megépült? Nagyon jó kérdés, ugye pont az a baj, amit ön is mondott, nincs monitoring rendszer a ferde kábelekbe, nem lehet belátni, ugye itt a Supermannek a röntgen szemei kellenének, hogy lássa, hogy a benne lévő kábelek hossza az csökkente vagy nem. Ezt azt mondják, hogy egy 25-30 évig előleg működik és funkcionál ez a feszítés. Tehát ez a kivitelezéskor megfeszítik az adott tervező által meghatározott feszültségi erőt, ugye kialakítják a ferdekábel kötekbe, és onnantól kezdve 30 évig erre nem kell hozzányúlnia. Egy jó és egy átmeneti megoldás van, az a 10 évenként egyszeri fővizsgálat, ami jogszabály kötelezettség, hogy a külső szakértő bevonásával a hídkezelője ezt végeztesse el. Ez olyan megoldásokat tud, segít benne, hogy a szakértő tud használni mindenféle speciális berendezést, illetve előírjuk, hogy használjon is ilyet. Tehát a ferde kábelre tud felrögzíteni utólagosan ilyen mérőberendezést, és abból próbálja, vagy abból számítja ki, hogy akkor ez megfelelő erő van-e még a ferde kábelbe, vagy sem. A másik pedig ez a szem, hogy az ember járkál, nézegeti 6-8-10 éve a hidat, ha esetleg egy adott szélsebességnél máshogy viselkedik az adott kábelkötek, akkor ez egy ilyen tönkremenetelre ad esetleg fényt, vagy
esetleg el kell gondolkodni rajta, hogy van-e baj a kábellel. A kábel utánfeszítése egyébként cseppet sem egyszerű munka. Nagyon nehéz utólag ezt egyébként javítani, tehát hogy ide kell hozni a hidraulikus sajtót, megemelni, megfeszíteni, megnézni, tehát hogy ezek azért már nem kis macerák. És mi történik, ha egy vagy több kábelt mégis cserélni kell? Ha kivennénk egy kábel köteget, akár egy ilyen párosat, attól még a műtárgy nem fog tönkremenni és nem fog leszakadni. Annyi, hogy korlátozni kell a forgalmat, tehát valószínűleg egy külső sáv zárásával, egy sávon engedve a gépjárművek közlekedését, meg lehet oldani a kábel cserét. Úgyse egyszerre nem a 44 darab kábelt fogja az ember kicserélni, hanem eladott párakat, és akkor hát annyira hosszabb időt vesz igénybe, de igen. Most vagyunk a hídfőbe, ugye ide érkezik meg a hídnak a vége, úgymond, és meg is mutatom mindjárt, hogy mit lehet látni, és honnan számítódik az 1862 méter, az egészen pontosan onnan a hézaktól mérjük, egészen a túlsó ugyanilyen híd végéig. Ez az a betolt vasbeton szerkezet, amit már mutattunk a film elején. Önmagában nem bírná el a terhelést, ezért van egy belső trükk. Ha netán még nem volna elegük a kábelekből. Bármilyen is furcsa, nem csak a Ferde kábeles Nagy Dunák hídon van kábel, hanem a vasbeton hídon is, csak ez másfajta. Ez előre úgy van legyártva, hogy 4 darab kis pászma, ugyanolyan pászma egyébként, mint ami fönn van a Ferde kábelben, van ebbe a 4 keresztmetszetű kábelbe belehúzva, vagy kábel kötekbe, és ez viszont a teljes híd hosszában egy fut végig. Ugye ez a furcsa, azt gondolná valaki, hogy a vasbeton híd akkor az önmagában megáll. Nem, ugyanúgy feszíteni kell, nem? Ugye a vasbeton szerkezet nem szereti a hajlítást, ezért ezt a kábelekkel tudják megoldani, hogy a megfelelő teherbírás meglegyen. És ahogy még érdekes, hogyha így elnézünk, akkor lehet látni, hogy az erőjátéknak megfelelően, ahol hajlítási igénybevétel van a szerkezetben, oda vezetik a szerkezetet. Tehát most támasz fölött vagyunk, ezért fönt van a kábel, ott pedig, ha lefelé megy és az alsó ponton van, az meg a nyílás. Az azt jelenti, hogy a két támasz között az a felező pont. És akkor így váltakozik, a fönt a támasz van, alul a nyílás közepe van, és így cikcakozik végig. Ugye ez azt hiszem 300 méter körüli a híd, ez teljes hosszban ugyanúgy egy darab kábelből alkotja ezeket a kábeleket. Ugye látszik, hogy 4 darab van egy ilyen kötekben, és 4 darab kötek van, vagy 4 darab ilyen csomag van egymás mellett. Azt egyébként tudták, hogy a hidakat régen arra is megtervezték, hogy ne maradjanak meg? Mi kell az, hogy felrobbanjon? Ha felrobbanjon, robbanószer szokták mondani. Régen volt egy ilyen megalkudott rész, hogy a hidakban, amikor megépítették, robbanó nyílásokat építettek be, hogy a esetleges megsemmisítésnél esetleg tudják az építetők, hogy hova érdemes betenni a robbanószert, hogy könnyebb legyen megsemmisíteni a hidat. Hát ugye ez más gondolkodásmódot igényelt a 45-ös II. Világháború utáni időszakban. Mai világon már nincs ilyen. Nem építünk be ilyet. Szerintem a technológia már túlhaladott abban, hogy ez nyílásokon számítson, hogy hova dudossuk be a robbanószert. Hadd de mondjam, hogy ezt azért messziről távirányításra is föl lehetne robbantani, mert van az a robbanó erő, ami ezt sajnos földdel egyenlővé teszi. Reméljük, hogy ilyen probléma nem lesz, és nem is akar senki ezzel foglalkozni. És mikor volt divatja a robbanó nyílások kialakításának? Ez a második világháború utáni időszak, szerintem ilyen 50-as, 60-as években maximum, ahol még ilyet kértek és terveztek. Tovább megyünk a fő ág fölötti részhez. Ez is remek móka. Szervizjárdák futnak a híd alatt, az innen elvégzendő szerkezeti vizsgálatokhoz is van berendezés. Ez a úgynevezett vizsgáló kocsi. Ezt a vizsgálathoz veszem igénybe. Ugye innen, ha fölnézek, akkor lehet látni, hogy mondjuk a korozóvédelme a hídnak megfelelő-e, van-e rajta valahol valami hiba már, nehogy Isten a víznyelők, valahol esetleg tömörségi problémájuk van, tehát ázás van, a csapadékvíz ne jusson a Dunába, ugye környezetvédelmi szempontból fontos, hát illetve vizsgálom, hogy van-e valami deformáció rajta, ha bár ugye itt alulról nehezen tudnám a felső deformációt észrevenni, ezért ez elég nagy szerkezet ahhoz, hogy a kis alakváltozást a szemmel nem lehet látni.
hány nyílás van, hány pilléren kell átbukdácsolni, míg átérünk a túloldalra, mindenestől, a teljes szerkezet együttest nézve. Tehát a teljes Megyeri híd az 26 darab támaszból áll, tehát 26 darab támaszon kell úgymond, hogy te szavaiddal élve átbukdácsolni, tehát áthaladni rajta. A mögöttünk lévő az első pilon az a hatodik támasza már tulajdonképpen a hídnak, és a nagy darab szám az még utánunk van, előttünk már kevés számban. A hídmester most csak miattunk jött ki. Egyébként havonta egyszer nézi végig a műtárgyat. De ha már itt van, ellenőriz egy kicsit. Minden rendben, ez bennünket is megnyugtat, mondjuk olyan nagyon azért nem izgultunk. Ahogy egy fél délutánt eltöltöttünk itt és egy picit megismertük, egyre barátságosabb közegnek érezzük a csupa beton, csupa acél szerkezetet. Bár a természetből szakít ki egy darabot, de lassan megtalálja benne a helyét. Azt tudtam mondani, hogy a híd ahhoz, hogy megépüljön, ahhoz a, ki kell pucolni úgymond azt a területet, ahol a híd létesül. Ott szegény élővilágot ugye kipusztítják, majd megépül a híd, és az élővilág, ugye a növényzet is folyamatosan veszi át a területét, ugye visszafoglalja úgymond, illetve mindenféle rovar, állat, madár, sőt ugye jelen esetben a Megyeri hídban nagyon furcsa, de fönt a pilon csúcsban, ami van a fehér oszlop, azon például a pókok szőnek hálót, és ott fogják be a rovar társaikat, amit nem gondolnék, hogy 100 méter magasban olyan nagy élet van, de ez így működik. Egyébként van olyan hídunk, amiben derevérek laknak, és elég komoly problémát jelentenek a felújításnál is, mert ki kell őket telepíteni ahhoz, hogy be lehessen jutni a hídba, és megfelelő felújítást lehessen végrehajtani esetleg. A pókot nem találtuk meg, helyette viszont rengeteg legyet találtunk fönt. Itt telelnek át. Hogy hogyan élik túl a hideg hónapokat, azt nem tudjuk, de már értjük, hogy a póknak miért érdemes itt kifeszítenie a hálóját. Neki mindenképpen megérte, hogy felépült a Megyeri híd, bár a 12 évvel ezelőtti hídavatón még nem volt itt sem ő, sem valamely őse. Szóval évtizedes tervezgetés, aztán konkrét tervezés, majd két évnyi helyszíni kivitelezés, résztvevő cégek tucatjai, munkások százai ezrei, tonnák százezrei, kábelméterek milliói. Ők itt a híd létrehozásának kulcs szereplői, azok a szakemberek, akik nélkül a pók maradhatott volna a csalitosban. Márványtábla őrzi Vindis László emlékét, aki projektvezetőként tartotta kézben az építkezést. Ne spóroljanak az elismerő gondolatokkal. Ha átmennek a 9 szerkezetből álló, 5 hídből álló, egy hídon, a 4 angyal között. Ez volt már az Újpesti Retro, köszönöm a figyelmüket. Aki az interneten keresztül nézne bennünket, ne feledkezzen meg feliratkozni a YouTube csatornánkra. Találkozunk legközelebb.